Olyan jó látni benneteket. Amikor elindultunk ma Váncról, biztos, ami biztos, a GPS-be azért beírtuk a helyszínt. Lehet, hogy már korábban is tudtam volna, vagy tudhattam volna, de egy kicsit meglepődtem, hogy Berzsenyi Dániel tér, a püspökség. És akkor rögtön eszembe jut egy nagyon fontos, számomra nagyon kedves élmény, amikor valamikor diákkoromban anyám a kezembe adott egy kis verses kötetet, azzal, hogy ezt őrizd meg, mert én kötöttem. Egyetemista korában megtanulta a könyvkötészetet is, hobbiból, és valami nagyon szépen bekötötte ezt a verses kötetet. Az a címe, hogy Babérok. És kinyitottam, és sokszor kinyitom azóta is, és az első vers a fohász. Berzsenyitől. Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér, csak titkon érző keble óhajtva sejt, léted világít, mint a fénylő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Talán egy kis túlzás, de sok-sok filozófia óra után, az esztergomi főiskolánkon töltött sok-sok év után, valahogy még mindig az a meggyőződésem, hogy ennél nagyszerűbben az Úristen titkát talán nem lehet megfogalmazni. Ennek a mai találkozónknak, mostani találkozónknak, és sok szeretettel köszöntlek mindnyájatokat Kárpát-medencéből. Ez a központi gondolata, hogy mi ott, ahol vagyunk, mi hívő emberként szeretnénk ott lenni. Hívő emberként, aki megkapja azt az ajándékot, hogy nagy összefüggésében, nagy egészében tudja látni a világot. Egybe látni a világot. És ez a titok, ez a csoda, ami megadatik nekünk, személyes csodaként és személyes élményként van jelen az életünkben. Öreg emberként, öreg püspökként, sokszor idézem Pál apostolnak a nagyszerű szavait, amit idén az ökumenikus imahéten is hallhattunk, és amiről elmérkedhettünk. Amikor azt mondja Szent Pál, azt írja Szent Pál, hogy nem mintha már megragadtam volna, de felejtem, ami mögöttem van, és neki feszülök az előttem levőnek. Neki rugaszkodom. És ezt jól sejtjük, hogy Pál apostol az ő Isten kapcsolatáról beszél. A Jézus Krisztus személyén keresztül megtalált, megsejtett, fölfogott Isten kapcsolatáról. Nem, mintha már megragadtam volna. És én ugyanígy érzem, ugyanígy gondolom, 50 papi év után, hogy minden nap egy új varázslat, egy új fölfedezés, egy soha igazán még meg nem tapasztalt élmény az, hogy az Úristennel való kapcsolatomat megélem. Ti még fiatalok vagytok, de ugyanígy
sejtettem már annak idején is, amikor a budapesti központi szeminárium hallgatója lehettem. És egy kis följegyzésemre azt írtam, hogy a megfogalmazhatatlan, a soha nem definiálható titok, a veled való kapcsolatom, Istenem. Nem lehet megfogni, nem lehet azt mondani, hogy most itt van, vagy ott van. Mindig valami egészen meglepő, valami egészen új. Ferenc pápánk ezt szokta mondani, többször hallottam már tőle, hogy engedjük, hagyjuk, hogy Isten meglepjen bennünket. A gyerekkori karácsonyok emlékeként a meglepetés varázsa. Végig kíséri az életünket. És meglepődni csak azt tud, aki belátja azt, hogy már nem ragadta meg azt a titkot. Mindig marad valami szent hiány bennünk, hogy még inkább, még teljesebben átélhessük a vele való találkozást. Nagyszerű ez a gondolat, amit találtatok. Igen, a mobiltelefonomat én is remélem, hogy most csak rezgőre állítottam. És ez sokszor átvillan rajtam, ez az élmény, hogy ugyan megengedhetem-e magamnak papként, püspökként, hogy kikapcsoljam. Hát néha elcsábulok és kikapcsolom. De amikor az Úristennel való kapcsolatunkat próbáljuk fölfogni, ezt az örök titkot, éppen ez a megnyugtató, ez a bátorító a számunkra, hogy róla soha nem tételezzük fel azt, nem tételezhetjük fel, hogy ő offline van, hogy ő hálózaton kívül van. Sokszor éltem már olyan élményeket át, amikor egy pillanatra minden megvilágosodott. Jól emlékszem, még pilisboróti plébános koromban, ahonnan bejártam az esztergomi szemináriumba, kapálgattam a kertemet, és egyszer csak minden világos, egyértelmű, tiszta lett. És eldobtam a kapát, és rohantam be a szobámba, de mire megtaláltam a papírt, a ceruzát, eltűnt a varázslat. Pedig olyan egyértelmű volt, olyan biztos voltam abban, hogy most megfogtam. Megragadtam. És azóta is sokszor megismétlődnek ezek az élmények. Amikor az Úristen elrejtetlenül van jelen az életünkben. Nem tudom, hogy hol olvastam, vagy hol találkoztam először ezzel a kifejezéssel, az elrejtetlenség titkával. Mert ebben benne van a rejtőzködés, de ugyanakkor annak a felismerése is, hogy úgy rejtőzik, hogy elrejthetetlen. Fényed világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Ott van, nélküle semmi sincs, ami van, benne élünk, mozgunk és vagyunk, és mégse tudjuk soha úgy tetten érni, úgy megragadni, hogy utána megszűnne a varázslat.
És ez a csodálatos, ami Isten kapcsolatunkban, és erre utal Ferenc pápánk, hogy hagyjuk, hogy meglepjen bennünket. Az újszerűségnek, az új fölfedezésnek a csodájával. Sokféle módon, ahogy Norbi atya is jelezte, hogy sokféle módon találkozunk mi az Úristennek a megszólító szeretetével, meghívó szeretetével, és hogy sokszor elgondolkozom azon, hogy most tulajdonképpen szabad-e sorrendet fölállítani? Hogy melyik hitelesebb, melyik igazabb találkozási pont vele? Berzsenyi is valószínűleg csodálta a természetet, a teremtett világot. Öregedő emberként talán egy kicsit már érzékenyebb, újra érzékenyebb a fülem, a szemem, a lelkem, hogy sokszor azon kapom magamat, hogy a gyerekkori természetben átélt élmények visszajönnek. Most ezekben a téli napokban, néhány nappal ezelőtt bemegyek a püspöki irodába, és oda nézek az ablakunkra, és amit már évtizedek óta nem láttam, jégvirág volt az ablakon. A gyerekkori konyhánk ablakán láttam utoljára ilyet. Szabályos páfránylevél, valami egészen különleges, szép alakzat, szimmetrikus formák, jégvirág. És mondom a titkárnőmnek, mondom, Magdi, látja ezt? Tényleg jégvirág? A természet csodái. Most egy délután több cserkész barátommal is találkoztam, szombathelyi cserkészekkel, és ha visszagondolok az életemre, jó Istennek hálát adok azért, hogy megkaptam ezt az ajándékot a cserkésztáboroknak, a nagy kirándulásoknak az élményét. És gyerekkoromtól kezdve úgy nőhettem fel a Börzsöny lábánál a Dunaparton, hogy közelről rácsodálkozhattam a növényvilágnak, az állatvilágnak a titkaira, csodáira, az evegényi naplementékre. Mindenütt, amerre vitt az utam, mindig láttam valami szépet, valami csodálatosat, de az, hogy ebben az Úristen csodáját láttam, az ő jelen való szeretetének a csodáját, ez a hitem ajándéka volt. Jól emlékszem, hogy amikor a papszentelésre készültem, a zebegényi kertünkbe fölmentem a hegyoldalba, és amikor már leszállt az este, és fölragyogtak a csillagok. Ugye azt a Petőfi írja az ő kedves versében, választottam magamnak csillagot. Észrevettem 4 olyan csillagot, amely egy szabályos latin keresztet formált. Aztán évek után sokszor eszembe jutott ez, és újra megkerestem az én csillagomat. A természet csodáiban meglátni a közelről minket érintő gondoskodás szeretetet. Assisi Szent Ferencet sokszor emlegetem, és azt hiszem, hogy mindig is közel volt hozzám az ő lelkülete, és talán
ez magyarázza azt, és talán megbocsátható, hogy ma is ugyanúgy tudok feledni minden mást, csak hogy rácsodálkozzam az Úristen ajándékozó szeretetére. És idén Arany János év van, és sokszor mondogatom, hogy az epilógus az egyik kedvenc versem, amiben ott írja Arany János, hogy találkoztam Lózsi Szárral, Bevelt Sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem. És az útszélen egy kis lány nekem nyílott, és meg volt szívem mindenkedve. Assisi Szent Ferencnek ezt a örömteli, hálás lelkületét próbáljuk újra és újra megtalálni ebben a világban, amikor annyi minden próbál elterelni bennünket, és igen, a műfények, a művirágok, vagy ez a sok-sok elektronikus szerkentyű, ami nagyszerű és csodálatos, eltereli a figyelmünket, és nem vesszük már észre, hogy ennyire közel van hozzánk az Úristen a természet csodáiban, az ő gondoskodó szeretetével, és odaadja a mindennapi kenyeret nekünk a búzamok csodájában. Szükségünk van a templomokra. Polgármester úr büszkén mondta, hogy Szombathely Magyarország harmadik legnagyobb temploma. Mindnyájatoknak, mindnyájunknak kell, hogy legyen kedvenc templomunk. Napokban valakinek küldtem egy képes lapot, csak úgy hirtelen belenyúltam egy ilyen lapgyűjteménybe, amit erre szoktam félretenni, és már írtam is a kis köszöntőt, amikor megnéztem, hogy ugyan melyik képes lap is van a kezembe. A budapesti Domonkos templom, ahol engem kereszteltek. És az ebegényi Kóskároly templom. És aztán most öregkoromra ott van a Váci Székesegyház. Most az a kedvenc. Szükségünk van a szent helyekre. Szükségünk van arra, hogy abban a csöndben, abban a átimádkozott helyben az előttünk járóknak a hitével átéljük az Úristen jelenlétének a titkát, és ott tudjunk lenni abban a csöndben, abban a tiszta millióben, és próbáljuk a hitünkben megélni ezt, amit Jézus ígért, hogy én veletek vagyok minden nap. A Szent Mise csodájában, az Eukarisztia csodájában. Ott kell, hogy legyen mindig a szívünkben ez a vágyakozás, hogy mindig többet megragadjunk ebből az ajándékból, ebből a titokból. És itt rögtön hozzáteszem azt, amit az előbb már mondtam, hogy van sorrend. Mondhatjuk azt, hogy most itt jobban, ott kevésbé van közel hozzánk. Jól emlékszem, hogy még a Pilismaróti templomomban sok-sok évvel ezelőtt egyszer nagy lelkesedéssel prédikáltam, és úgy hirtelen úgy a oltár felé néztem, és hát ma is úgy szégyellem magamat, hogy azt mondtam, hogy Uram, jól mondom? Te is így gondolod? És úgy ott bennem ott kavarogtak ezek a gondolatok, hogy most ez most színészkedés volt, ez most valamilyen buta ötlet volt. És utána, amikor már magam voltam, egyedül voltam, akkor döbbentem rá arra, hogy
Hát tulajdonképpen beszélhetek én másképpen? Függetleníthetek őtőle, aki a bizalmát belém helyezte? Mondhatom azt, hogy én most csak rólad beszélek, de nélküled? Azóta is úgy sokszor beszélgettünk az István a király szövegéről, máig se értjük, hogy mire gondolt Bródy meg Szörényi, hogy veled, Uram, de nélküled. Értelmetlenség. Mi mindig úgy kellene, hogy beszéljünk, nem csak mi papok, valamennyien, akik a hit ajándékát megkaptuk, akik megsejtettük az Úristen végtelen szeretetét Jézus Krisztusban, hogy mi mindig lélekbe megkérdezzük őt, hogy meg vagy-e velem elégedve, így gondolod-e, áldásoddal küldesz engem. Sokféle módon találkozunk az Úristen szeretetével. Egy kedves barátom jó pár nappal ezelőtt küldött egy e-mailt, és ez volt a lényege, hogy majd a keleten mondd el a Karolj fel egy családot programodat. Bevallom töredelmesen, nem olvastam el rendesen a meghívó leveledet, Norbi, és fogalmam se volt, hogy mi az értelme ennek a e-mailnek. És hát vissza is írtam neki, hogy nagyon kedves vagy, köszönöm, hogy gondoltál rám, majd megemlítem a keleten. És csak tegnap vagy tegnap előtt döbbentem rá arra, hogy ő tudott erről a találkozóról, és engedjétek meg, hogy az ő biztatására mondjam el, hogy karolj föl egy családot. Hogy ez az én egyik fontos programom, aminek a lényege az, hogy a természet csodái után, a szent liturgiánknak az élményei nyomán, a személyes imádságaink nyomán észrevegyük az Úristent egymás arcában, egymás sorsában, egymás életében. És erre kapunk ma egy nagy bátorítást, egy nagy biztatást az Úristentől, hogy a mindennapi találkozásainkban, azokban a véletlen találkozásokban csodálkozunk rá arra, hogy az Úristen milyen közel vagy hozzánk. A véletlen találkozások. Nem tudom, hogy vagytok vele, mennyire kap hangsúlyt a ti életetekben az, amikor éppen ott van az, akivel találkozol. Nem 5 perccel előbb megy el, nem te jössz 5 perccel később, hanem pont akkor lép ki a kapun, te pont akkor lépsz ki a kocsiból, találkozunk. És ebben a találkozásban Jézus hegyi beszédbeli gondolatai mindig arra indítanak és segítenek, hogy vegyük észre, hogy az Úristen bízik bennünk, és nem csak elhalmoz az ő szeretetével, gondoskodásával, hanem éppen ezekben a véletlen találkozásokban elvárást nyújt felénk, és hív, vár, hogy az ő szeretetét viszonozzuk. Karolj fel egy családot, évekkel ezelőtt találtam ki ezt a gondolatot,
hogy amikor annyi szenvedéssel, annyi nyomorúsággal, annyi hátrányos helyzetű emberrel találkozunk, az Úristennel való kapcsolatunk itt erősödik meg, és itt érhető tetten, hogy észrevesszük-e, hogy mit tudunk tenni érte. Hogy megmozdulunk-e, hogy a jobb kezed ne tudja, mit tesz a bal, hogy önzetlenül azonnal mozdulj, és kötelezd el magadat, hogy segítesz, hogy mellé állsz, mert nem lehet véletlen, hogy az utadba került. Azzal fejezném be az Úristenben való kapcsolatunkat, aki mindig ott van a közelünkben, és mindig ad jelzést, amikor szükségünk van rá. Csak utólag döbbenünk rá, hogy semmi nem volt véletlen. Semmi nem került el az ő figyelmét, hanem mindig akkor nekünk ott volt szükségünk rá. Évekkel ezelőtt, lehet 2-3 éve, eljött hozzám valaki, püspök atya, bajba vagyok, ma délig 300.000 forintot be kell fizetnem, ez az utolsó esélyem, mert különben elárverezik a házunkat. Meghallgattam, elkezdtem gondolkozni, most miért éppen engem talált meg, miért éppen hozzám jött, és elővettem a mobiltelefonomat, megnéztem, hogy hogy áll a bankszámlám. 325.000 forint volt rajta. Nagy levegőt vettem, mondom, várjon, kimegyek a bankautomatához. És kivettem a 300.000 forintot, odaadtam neki, és mondom, hát csak nem halok ilyen. És másnap valaki 300.000 forintot utalt át a bankszámlámra. Isten soha nincs offline.